Városunk NB1-es futsal csapata egyre komolyabb felkészülési mérkőzéseken palérozza játékosai tudását. Hétfőn a negyedik edző partner a Testnevelési Egyetem válogatottja volt. Együttesünk kicsit hiányosan állt fel, hiszen Fehér Zsolt vezetőedző, továbbá két játékos, Hosszú Ádám és Klacsák Bence is a magyar válogatott felkészülésén vesz részt. A tavalyi évben egyetemi bajnokságot nyert csapat edzője, komoly tervekkel áll neki az idei szezonnak. Próbálunk futsalt tanulni, próbálunk futsalt játszani, és próbáljuk a fiatalságunkat, gyorsaságunkat kihasználni. Néhol a rutin hiányzik, ez még látszik az játékunkban egyszer-kétszer, de ebben az évben már úgy megyünk neki a bajnokságnak, hogy megnyerjük, vagy hát most már úgy mondom, hogy a fiúk úgy mennek neki, hogy megnyerjék. Sranc Balázs ezúttal két szerepet is vállalt, játékos edzőként egyik oldalról irányította a munkát és a taktikát, amikor pályára lépett a gólgyártásért is felelnie kellett. A végeredményt és a rúgott gólt nézve mind a két poszton megállt a helyét. Furcsa kettőség, elsősorban inkább a gólhelyzeteket vártam, de minden szituációban szerettem volna figyelni a csapatra is, a játszókra is és a padon ülőkre is, hogy összhangban legyünk. Városunk futsal csapata most vívta a negyedik felkészülési mérkőzését, és talán az egyik legnehezebbet is. Mondhatom azt, hogy az egyik legjobb ellenféllel találkoztunk, nagyon örülök neki, hiszen ez is remekül szolgálja a felkészülésünket, hogy egy ilyen fiatal, agresszív csapat ellen tudunk játszani. A felkészülési mérkőzéseken szép eredményeket hozott a csapat, de folyamatosan készülnek, edzenek, hiszen hamarosan indulnak az éles küzdelmek, kezdődik a szezon. Úgy gondolom, hogy nem indulhatunk ki ebből a 11-15 gólokból, mivel tényleg a bajnokságban azért sokkal meg fog minket szorítani. Úgyhogy ezek jó felhozó meccsek, de mindenkinek arra kell készülnie, hogy sokkal keményebb és nagyobb meccseink lesznek ennél ilyen simán meccsek. Nem pihenhet a Dunafer DF Renalpin futsal csapata, hiszen a héten még kétszer pályára lép a gárda a Dunaújvárosi sportcsarnokban.